Előzzük meg a csok és a diákhitel adós rabszolgaságot, ezért módosításokat követel a Mi Hazánk mozgalom. Aggasztónak tartunk néhány rendelkezést, mind a csok és a diákhitel szabályozásain keretén belül, amik ugye pont az életkezdést és a család alapítást kellene, hogy támogassák és elősegítsék. Ennek ellenére részben a mára kialakult gazdasági helyzet, illetve a hitel konstrukcióban elbúvó hibák miatt vannak ezek az aggodalomra adó okok. Mint ismert, hogy a diákhitel egy szabadon felhasználható kölcsönkamata 1,99%-ról 4,99%-ra növekedett, ezt ugye fő alatt elég csendben módosította a diákhitel központ, amire a Mi Hazánk ifja egyébként nagyon helyesen rávilágított arra, hogy a kormány ne ezzel akarja a kieső bevételeit, az utóbbi hónapok pénzórásait egyébként fedezni. Fontos megjegyezni, hogy ez a nagymértékű kamatnövekedés egyébként nem csak a jelenleg vagy a jövőben kötendő hitelekre vonatkozik, hanem a már felvett és kifolyósított hitelekre is, és így hatalmas terhet róhat egyébként a diákokra, vagy már azokra is, akik folyamatosan fizetik ezt a tartozást. Mivel ez egy változó kamatozású hitel, így ez a kamat mértéke bármekkora is lehet, és nem akarok nagyon derülátó lenni, de a jelenlegi helyzetet tekintve, meglátásom szerint ez a kamat akár 10% fölé is emelkedhet, hogyha semmilyen korlátozás nem vezet be a kormány. Ugye a 2008-as válság esetén ugye már 10-12%-os kamatokat is elérte ez a diákhitel egyre vonatkozó kamatláb, ami hatalmas egyébként, pont a célra való tekintettel. Másik időszerű probléma a csok büntető kamatánál figyelhető meg, mivel ennek kibocsátásakor, vagyis a alapja a büntető kamatnak, a jegybanki alapkamat, amely a 2015-2006-os csok ugye állami támogatás kibocsátásakor pusztán 0,9%-os volt, de már a jegybanki alapkamatot már ötszörösére emelték, így jelenleg 5,9%-os. Ez a jegybanki alapkamat, ami olyan tragikus állapotokat is eredményezhet, hogy adott esetben mondjuk egy család a három vállalt gyermek helyett kettő gyermeket vállal és születik meg, akkor ez a büntető kamat jelenleg, hogyha 10 millió forintos a maximálisan igényelhető támogatást igénybe veszik a családok, akkor akár 20 millió forintnyi kamat összeget is vissza kell fizetni ezeknek a családoknak. És itt adott esetben ugye már 4 fős családokról is beszélünk, és ez hatalmas terhet róhat ezekre a családokra. És a mentesülési okokon kívül még rengeteg olyan probléma is felmerülhet, még a válláson kívül is, amivel az emberek előre láthatólag nem tudnak számolni, és nem mernek bevállalni akár 3 gyermeket, vagy akár többet. Ezért meg kell előzni az újbóli adós rabszolgaságot. Ezek hibák orvoslására követeljük, hogy a csokra vonatkozó büntető kamatot mielőbb maximalizálja a kormány, és bírálja felül, vizsgálja felül a büntetés mértékét abban az esetben, hogyha nem 3 vagy annál több gyermek születik meg, hanem adott esetben csak 2 gyermeket tud vállalni a szülő. A diákhitel egy konstrukció esetén pedig kiszámítható fix kamatozást kell bevezetni, de minimum maximalizálni kell a kamat mértékét. Abban az esetben, hogyha a kormány célja valóban az otthonteremtés és a tanításnak a segítése, az iskolázottságnak a megszerzése, és nem a bedőlt hiteleken való népnyúzók oldalát szeretné ezzel is támogatni, ezeket az észszerű javaslatokat mielőbb meg kell lépni a kormánynak, a Mi Hazánk javaslata szerint.